Igen. Jó. Miért nem ülünk meg magyarul is? Igen. Igen. Jakab atya dedikálja a gyerekek kendőjét a Szalézi Rendház udvarán a tábor záró napján. Ezt mindenki hazaviheti emlékbe, de mással is gazdagodtak a résztvevők a 3 hetes program végén. A megosztott örömöd a legértékesebb kincsed, szólt a közel negyed évszázada működő tábor idei mottója. Van egy főszponzor, mi az Isten tartjuk annak, a teremtő gondviselő Istent, de azt is mondom, hogy valahogy én 7. éve vagyok itt, a Jakab atya tábor egyik motorja 4 éve, másik rendtársam ekkor is akkor jött, hogy mi is öröklünk valamit. Ez a tábor a 24. Összesen 240 gyermek vett részt az idei szalézi táborban. Közülük sokan mind a 3 hetet itt töltötték, de olyanok is szép számmal voltak, akik egy-egy hétre érkeztek csak. A fagyért mindannyian szívesen álltak sorba, de közben lehetett mászókázni, trambulinozni, társasozni és modellezni is, máskor pedig lovaglás vagy kirándulás színesítette a napjukat. Nagyon élveztem ezt az egész hetet, és már sokat játszottunk, sok program volt, és amikre jelentkeztem, és ami ugye legjobban érdekelt, azokra jelentkeztem, és hogy nagyon megérte ide a táborba is, meg azokra is jelentkezni. Én nem tudom kiválasztani, melyik volt a kedvenc dolgom, mert mindegyik nagyon jó volt. A zárónap nagy része már a gála főpróbájával telt, a gyerekek a Domboszkó Művelődési Ház színház termében gyakorolták saját műsorukat, amelyet késő délután a szülőknek is előadhattak.